Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A ma esti 24 pluszban számokról lesz szó, a koronavírus járvány gazdasági vonatkozásairól fogunk beszélgetni. Alapvetően optimista a hangulat. A Nemzetközi Valuta Alap Romániára vonatkozó előrejelzése szerint az ország gazdasága 7%-kal nőhet a tavasszal jelzett 6%-kal szemben. A nyáron brutálisan felpörgött a hazai boltok forgalma, a kiskereskedelmi forgalom augusztusban 11,7%-kal ugrott meg az előző év azonos hónapjához képest. Tavalyhoz képest idén augusztusig 12,7%-kal nőtt az ipari termelés. A lakosság azonban sokkal inkább az elszabadult energiaárakra, a növekvő inflációra koncentrál, optimizmusának pedig nyoma sincs. Ha pedig az egészségügyi ellátórendszerre tekintünk, akkor még borúsabb a kép. A járvány negyedik hulláma naponta dönti a negatív rekordokat, az országot valósággal letarolja a pandémia. A gazdasági kilátások a járványban, ez tehát a mai témánk. Vendégem két kiváló szakember, dr. Nagy Ágnes, a Román Nemzeti Bank stratégiai tanácsadója, egyetemi tanár, és dr. Rácz Béla Gergely, egyetemi adjunktus közgazdász. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánok, mi is köszöntjük a Erdély TV nézőit. Még mielőtt rátérnénk a gazdaságra, kapcsoljuk telefonon Cseke Attila ügyvívő egészségügyi minisztert, akivel az egészségügyi ellátórendszer állapotáról beszélünk röviden. Jó estét kívánok, miniszter úr! Jó estét kívánok! Miniszter úr, azt látjuk a médiában, halljuk az egészségügyi alkalmazottaktól, illetve azoktól a páciensektől, akik túlélték a kort, hogy a rendszer már nem képes megbírkozni a kórházi ellátást igénylő súlyos esetekkel. Meddig lehet növelni az intenzív terápiás ágyak számát, anélkül, hogy maga az ellátórendszer az ne roppanna össze, vagy a kapacitás végén vagyunk, és éppen ezért fogadt el az ország Magyarországnak a segítségét? A számok azt mutatják, hogy az a terv, amely a koronavírusos járvány kapcsán, illetve annak kezelése kapcsán Romániában érvényben volt, az 1522-es ágyszámot írta elő. Én, amikor átvettem ezt az ügyvívői miniszterséget pár napra rá, azt mondtam, hogy lehetséges, hogy ez az ágy kapacitás nem lesz elég. Sajnos igazam lett, ma a reggeli órákban 1727 beteg feküdt intenzív terápiás ágyon, tehát ez már több mint 200 ahhoz a tervhez viszonyítva, amelyet úgymond Románia vagy a romániai egészségügyi ellátórendszer magának megszabott. Nap mint nap még azért sikerül növelni, a hétvégén is lesz kapacitás, nyitás, ez Bukarestben nagyon-nagyon fontos, a fővárosban, ahol sajnos ma például a sürgősségi osztályokon 62 beteg volt lélegeztetőgépen, ami azt jelenti, hogy ez a 62 koronavírusos beteg lényegében az intenzív terápián kellene legyen. Ami a Magyarország segítségét illeti, ugye ezt hivatalosan is, informálisan is köszönjük nap mint nap, hiszen az az 50 intenzív terápiás ágy sokat jelent, és a mai délutánnal megkezdtük Magyarországra szállítani súlyos állapotban lévő betegeket, de olyanokat, csak olyanokat, akiknek az állapota viszonylag azért bármennyire súlyos, stabil, tehát hogy szállíthatóak. Ez azt jelenti, hogy Bukarestből is vittünk ma beteget, Nagyváradra, illetve Temesvárra és onnan át Debrecenbe és Szegedre, illetve Temesvárról is két beteg, sajnos az egyik esetében nem jutottunk el a szegedi kórházig, tehát lényegében ma estével úgymond 8 romániai beteg lesz magyarországi kórházakban, következő napokban ezt a kapacitást növelni fogjuk arra keretszámra, mert Magyarország lehetővé tett az 50 ágyra.
A kórházak leterheltségét tudja csökkenteni vagy tudják csökkenteni a hatóságok, vagy igazából a lakosságon múlik minden, hogy túléli az egészségügyi rendszerünk, vagy sem ezt a nyomást? Itt nagyon fontos az, hogy mi magunkon is, mint közösség, mint társadalom segítsünk. A kórház nem tudja a fertőzéseket megakadályozni. A kórház ezt nem tudja megakadályozni. Ezt mi magunk tudjuk megakadályozni azzal, hogy mennyien vagyunk beoltva. Az, hogy nálunk 34%-os átoltottság van a koronavírussal kapcsolatosan, és más országokban ez az arány jelentősen minimum duplája, sok nyugat-európai országokban 70-80, ugye akár 90% is, azért ki kell mondani az igazságot, hogy nagy mértékben, nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, amilyen helyzetbe kerültünk ma, és a szolidaritást nem csak elfogadni kell, és örömmel venni azt, hogy mások segítenek nekünk, mi is segítettünk másoknak, hanem mi magunkon is kell tudjunk segíteni. Erre pedig az egyetlen hatékony módszer az, hogy oltsuk be magunkat, hiszen ha már nem más, akkor a nyugatabbra lévő országok, Magyarországtól kezdve egész Portugáliáig példája mutatja azt, hogy ez a sikeres módszer. Lőj Lívő egészségügyi miniszternek köszönöm, hogy ebben a leterhelt időszakban is a rendelkezésünkre állt és válaszolt a kérdéseinkre. Köszönöm szépen. Dr. Nagy Ágnes, a Román Nemzeti Bank stratégiai tanácsadója, és dr. Rácz Béla Gergely, egyetemi adjunktus közgazdász a vendégeim. Ismétlem jó estét kívánok! Az elmúlt napokban több a hazai gazdaságra vonatkozó adat látott napvilágot. Kezdjünk ezekkel, én puskázni fogok, nekem nem mennek olyan jól a számok, mint önöknek. Az idei első fél évben a korábban közöltnél nagyobb mértékben 7%-kal nőtt a román gazdaság teljesítménye a tavalyi év azonos időszakához képest. Az iparvállalatok árbevétele 23,3%-kal emelkedett az idei év első 8 hónapjában, tavalyhoz képest, tavaly augusztusban 18,5%-kal nőtt. Az Európai Unióban a leggyorsabb az infláció azonban Romániában, az október 11-én közölt szeptemberi adatok szerint a fogyasztói árak 6,29%-kal nőttek. Szárazzuk szét ezeket az adatokat, nő a gazdaság teljesítménye, jó hír, nő az infláció, ez ránk nézve, lakosokra nézve rossz hír. Sírjunk vagy örüljünk? Talán azt mondanám, hogy ha csak egyetlen mutatót választunk ki a makrogazdaság mutatói közül, akkor nem tudjuk megnézni azt, hogy ez a gazdasági növekedés az ország gazdaságát összességében valamilyen módon negatívan befolyásolja-e, vagy pedig azok az egyensúlyok, amelyek a gazdaságban meg kellenek, a nagy mutató makroszámok szintjén maradjanak, azok nem sérültek ennek a gyors, nagyon nagy gazdasági növekedési ütemnek a hatására. Azért le szeretném szögezni, hogy ez a gazdasági növekedés igazán nem abból lett, hogy a beruházásaink berobbantak volna, vagy hogy a munkaerőpiacon nincsenek olyan strukturális munkaerőhiány gondok, amivel jelen pillanatban a gazdaság küzd, hanem ez a lakossági fogyasztásnak az eredménye. Most a lakossági fogyasztás növekedéséhez egy nagyon egyszerű számot is hozzá kell tegyünk, nem csak abból ered a növekedése a fogyasztásnak, hogy a bérek növekedtek, meg a tavaly a nyugdíjak is növekedtek, és annak ezért áthúzó hatásuk van az idénre is valamennyire, hanem több mint 1 millió román állampolgár a COVID hatására visszaköltözött az országba. Tehát ahhoz az piachoz és piaci igényhez képest, ami 2019-ben volt, ahhoz képest a tavaly, illetve az idén, körülbelül 1 millió polgártársal többen fogyasztanak, és ez az igény megdobta a fogyasztás iránti keresletet. Tehát van egy nagyon nagy számom,
ezt a nagy keresletet mi igazán nem tudjuk kielégíteni a Romániában megtermelt árukkal és szolgáltatásokkal, és ezért a legnagyobb része a fogyasztásnak importból jön. És azzal, hogy importból jön be a fogyasztás, nagy része azok az áruk, amiket megeszünk, és elfogyasztunk, vagy vásárolunk ipari termékeket, ez egy másik egyensúlynak a sérülékenységéhez vezet, ami a külső egyensúlya a gazdaságnak, ami az árfolyamokkal kapcsolatban fog aztán begyűrűzni a gazdaságba, a folyófizetési mérleg hatalmas hiányán keresztül. Ami a belső egyensúlyát illeti a gazdaságnak, az az inflációban látszik, hogy ez a gazdasági növekedés, ez a 6,3, illetve ez a 7%-on plusz év végére tervezett gazdasági növekedés, nem a kibocsátás, az ország kibocsátásához viszonyítva fenntartható módon megtartható növekedés lenne, hanem valamilyen más szektorok kárára sikerült nekünk ezt elérnünk. A belső egyensúlyban ez az inflációban csúcsosodott ki, illetve mindaz, ami az inflációban van, az egyrészt három hatalmas globális tendenciának a következménye, amire a monetáris alapkamatnak vagy a monetáris piacnak nagyon nagy hatása nem tud lenni. Ez elsősorban az a tény, hogy az energiaárak már az év elejétől beazonosíthatóan növekedtek a globális piacokon. A második pedig a nyersanyag hiány, aminek az árnövekedése természetszerűleg beszűrődött az itt értékesített, vagy itt termelt, termelésre felhasznált nyersanyagok terén, illetve ne felejtsük el a kínai gazdaságnak a lassúságát sem, és azt a tényt, hogy egy Európában egy olyan helyzettel szembesülünk, ami nagyon, de nagyon mellbevágta az Európai Unió gazdaságát, és ez a német gazdaság 4,2%-os szeptemberi inflációs szintje. Tehát az, hogy Németországban 92 óta ekkora infláció nem volt, mi azzal, hogy mindent onnan importálunk, egyrészt importáljuk is tőlük az inflációt, másrészt pedig azzal, hogy magasabb árakat, az árfolyamunkat is rontjuk vele, tehát mi egyszerre duplán negatívban visszük azt a kicsi jót, amit ebben a plusz 7%-os gazdasági növekedésben látunk. Az energia árnak a növekedése viszont a monetáris, főleg, hogyha ez külső, külföldi tényező, erre a monetáris politikának nincs hatása. Tehát az, hogy a különböző világpiacokon hogyan jegyzik az energia, illetve a nyersanyag hordozóknak az árát, a román monetáris politika ebben nagyon nem tud beleszólni. Ettől kezdődően ez a helyzet, amiben most vagyunk mi, egyrészt az energiaárnak ez a hatalmas berobbanása, ami társul, azt mondom, a román hatóságoknak a tehetetlenségével, hisz ez pont ugyanakkor történt, amikor Romániában, igaz, az energiaárak liberalizációjának is a határideje eljött. Ez egy régi törvény, amit már több éve meghoztak, de minden évben próbálták halasztani, hogy nem most érvényesítjük, hanem később. Aztán most eldöntötték, hogy az idén akkor mégiscsak el kell ezt engedni, és a berobbanó külső energiaár növekedéssel, illetve ezzel a teljesen belsőleg elengedett energiaáraknak a liberalizációjával oda jutunk, hogy a monetáris politika alapkamat emelése, ami most volt nemrég októberben, igazán azzal társul, hogy a fiskális politikában ösztönzőket építenek be, ami az energia árak
kompenzálására nyújtott segélyek, illetve támogatásoknak a megcélzását jelenti. Tehát a két makropolitika sem megy egy irányba, hogy mind a kettő akkor, ha ekkora nagy az infláció, és ezt a lakosság egyből megérzi, vagy talán azt mondanám, hogy sokkal jobban megérzi, mint az, hogy a gazdasági növekedés 6,3. Hisz ez a mutató önmagában, hogy gazdasági növekedés, ez önmagában nem mutatja a társadalmi jólétet. Úgy gondolom, hogy ezt a két mutatót külön kell vennünk, és akkor természetesen ehhez társul egy deficitünk, a költségvetésnek a deficitje, ami már 2019-ben a túlzott deficit eljárás alatt voltunk, hisz a 4,4%-ot érte el, illetve 2020-ban megengedték a koronavírus pandémia miatt az Európai Uniós tagországoknak, hogy elszaladhat úgymond a költségvetési deficit, aztán mi el is szaladtunk 9,2%-ra, és ez igazán úgy, ahogy a Cseke miniszter úr is mondta, az egészségügyi rendszerünknek a teljes kitettségéből ered, hisz ez az egészségügyi rendszer egyáltalán nem volt arra felkészülve, hogy annak tegyen eleget, amit jelen pillanatban is folyamatában hallunk és látunk. Másrészt pedig a költségvetési deficit, tervezett deficit ez év végére mínusz 7% körül van GDP arányosan, most 8 hónapra úgy értettem, hogy valami 3,38%-os, de ne felejtsük el azt a tényt, hogy Románia a legutolsó konvergencia programban, amit a bizottsághoz letett, biztosította a bizottságot arról, hogy 2028-ig visszatérnek a mínusz 3% GDP arányos deficit alá. Azt viszont nagyon fontos megjegyeznünk, hogy addig még 3 évünk van, és a mínusz 7-ről a 3-ra lemenni úgy, hogy egyéb sérülékenységeket a gazdaságban ne okozzunk, nagyon nagy kihívás lesz. Rázvéla Gergelytől kérdezném, itt azt írjuk a képernyő, hogy túlélte a hazai gazdaság a koronavírus járványt. Az a kérdés, hogy mi a lakosság, túl fogjuk-e élni a járványt, és nem azért, mert elkapjuk a kort, vagy nem oltatjuk be magunkat, tehát nem ilyen szempontból, hanem az infláció szempontjából. Egyetlen hónap alatt 8-10%-kal drágult a vásárlói kosár. Vannak olyan termékek, amelyek az elmúlt egy évhez képest 50%-kal drágultak. Itt strukturális okokra visszavezethető ez a drágulás hullám, vagy pedig spekulatív áringadozás, és ez helyre fog jönni hamarosan? Hát igen, ahogy tanárnő korábban említette, ugye az inflációnak annak, ugye a jelenlegi inflációnak ugye az a 3 fő oka van, amit a tanárnő is említett, és ugye ezek közül is ugye kiemelten az energiaárak azok, amelyek ezt felhúzzák. Ugye az energiapiacon is, attól függ, ugye, hogyha ha az energiapiacról beszélünk, akkor azon belül miről, hogy a kőolajról vagy a gázról, mert ugye a kőolaj és ugye a gázpiac az azért bizonyos értelemben különböző féleképpen viselkedik. Ugye a kőolajnál nézzük, akkor ott alapvetően egy ilyen keresleti kínálati összefüggés érvényesül. Ugye annak ilyen esetben az esete, hogy a kereset az ugye hirtelen megugrott, ugye az előbb említett ugye fogyasztás az növekedik, az értelemszerűen a magával húzza azt is, hogy ugye az üzemanyag és az olaj iránti kereset az megnövekedik, miközben a kínálat az azért elég merev, lassabban tud hozzáigazodni a keresethez, aminek az eredménye értelemszerűen az, hogy a kőolajnak ára az felmegy, de hát a koronavírus válságban, amikor a kereset nagyon visszaesett, láttuk azt is, hogy ennek az ára akár negatív tartományba is le tudott menni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ahogy előbb-utóbb ugye ebben létrejön egy újabb egyensúly, és hogy ez mérséklődni fog, ami pedig ugye a gáz kapcsán az egyensúlyokat jelenti, ott annak azt gondolom, hogy nagyon sok geopolitikai okai is vannak. A különböző országok, nagyhatalmak egymással történő, úgy tetszik, harca, csendes csatája is hatása van mondjuk ugye a gázárakra. Én azt gondolom, ugye beszéltünk ugye arról, hogy infláció, ugye a Nemzeti Banknak a 2021-es inflációs
előrejelzés az az 5,6%, és hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk egy év alatt mennyiben növekedtek a bérek, akkor meg abból azt látjuk, hogy a bérek azok nagyjából 6,5%-kal növekedtek. Tehát én azt gondolom, hogy akkora tragédia azért nincsen, mert ugye a vásárlóerő, amennyiben ez az inflációs cél ez teljesül, annyiban ugye a vásárlóerője a lakosságnak az nem fog, vagy nem kéne az idén csökkenjen. Említette ön, Nagy Ágnes, azt, hogy alapkamat emelést hajtott végre a Román Jegybank. Hangsúlyozzuk ezt ki, hogy 2018 óta ez az első ilyen alkalom. Ez mit jelent amellett, hogy drágábbak lesznek a hitelek? Ez elsősorban jelzés a pénzpiacon, hogy a központi bank tudja és ismeri azt, hogy milyen folyamatok várhatóak az elkövetkezendőkben. Természetszerűleg nem fog semmilyen olyan intézkedést a központi bank végrehajtani, amivel azokat a nagy egyensúlytalanságokat, amikről még beszéltem, még jobban mélyíteni, hisz abban az esetben, hogyha az energiaárak tovább nőnek, az alapkamat hiába nőne tovább, mert csak azt a részét a piacnak rontanánk el, ami a hitelezést jelenti, amire azért a reálgazdaságban nagyon nagy szükség van, hisz a megnövekedett alapkamat akkor megnövekedett kamatokat fog jelenteni a kereskedelmi bankok számára, viszont a likviditásnak a menedzsmentje az nagyon, de nagyon fontos jelzés szinten is a piac számára, hogy a központi bank követi folyamatosan azokat a folyamatokat, amelyek az elkövetkezendőkben várhatóak. De hadd visszatérjek csak egyetlen egy példával a gázára és a román hatóságok tehetetlenségére, mert azt mondtam, hogy ez a liberalizáció sem ment éppen olyan egyszerűen. A gázáraknál külön tudjuk azt, hogy a gáztermelés és a gázraktározása az két nagy állami vállalatnak a feladata. Na most, hogyha a gáztermelő cég tulajdonában vannak a raktárak, a nagy tárolók, amit szintén egy állami vállalkozás, egy állami vállalat adminisztrál és felügyel, de ezeket a tárolókat csak bérbe adja, és bérleti díjat kell fizetnie a tároló cégnek a termelő céghez, ez a bérleti díj körülbelül a gázárnak 10%-os növekedését jelenti. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a gázár liberalizációja körében nagyon, de nagyon pontosan és óvatosan kellene felülvizsgálni azokat a folyamatokat, kizárva a rossz indulatú spekulációt a piacon, megnézni, hogy melyek azok az állami cégek közötti tranzakciók is, amelyek a gázár vagy az energia árnak az emelkedéséhez vezethetnek, illetve, hogy milyen módon fogom tudni én bármilyen intézkedéssel ennek a súlyát enyhíteni. A koronavírus járvány kontextusában beszélünk a gazdaságról. Rácz Béla Gergelytől kérdezem, a Vávesbolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karán naprakész adatokkal szolgálnak és vizsgálják a járványnak az alakulását, illetve annak hatását a hazai gazdaságra. A pénzügyminiszterből lett ex-kormányfőnk Florin Kücsú bejelentette azt, hogy gondolkodnak azon, hogy kiterjesszék a COVID igazolványt valamennyi gazdasági ágazatra. Lehet sejteni azt, hogy ennek milyen hatása lehet? Nyilvánvalóan azt várják ettől, hogy ennek hatására ugye az oltakozási kedv az megnövekszik. Ugye ebben Románia gyakorlatilag sereghajtó Bulgáriában, az Európai Unióban, és ezen mindenféleképpen változtatni kell. Tehát ugye Cseke miniszter úr is említette, hogy az egészségügyi ellátórendszernek a leterheltsége az gyakorlatilag maximális.
és ugye ennek konkrét gazdasági negatív hatásai vannak. Ugye nyilván mindenkinek szabad joga eldönteni, hogy beoltatja magát vagy nem, de azzal, hogy nem oltatja be magát, az nem csak magának, hanem másnak is kárt okoz, ez amit negatív externáliának nevezünk. Nagyon egyszerű példával élve, ugye veszünk egy doboz cigarettát, akkor a doboz cigaretta árában van jövedéki adó, ami gyakorlatilag azt a szerepet és célt is szolgálja, hogy ilyen formában kifizessük a későbbi egészségügyi ellátásainkat, ami a dohányzásért jön létre. Na most ugyanezt történik, és ne vegyük el azt mástól, ugyanez van a koronavírusos oltással kapcsolatosan is, hogy attól, hogyha valaki nem oltja be magát, azon kívül, hogy magát teszik egy nagyon komoly kockázatnak, de azáltal a társadalom többi tagját is egy nagy kockázatnak teszik ki, mert nem lesz hely a beoltottaknak ugye a kórházban, vagy nem tudják ellátni. Egy számot mondok, ugye, hogy a tavaly a rákos diagnózisoknak a tehát felismert rákos diagnózisok azoknak a száma jelentősen csökkent, ami azért van, mert hogy az egészségügyi ellátórendszer nem tudja úgy elvégezni az egyik feladatait, és ennek azért társadalmi szinten azért komoly következményei lesznek. Ugye a beteg ember, aki nem dolgozik, az nem teremt értéket a gazdaságban. A beteg embernek az ellátása az pénzbe kerül ugye az egészségügynek, és így gyakorlatilag az államháztartásnak. Úgyhogy ezek olyan hatások, amelyeknek beszélünk gazdasági növekedésről, de hogyha ez sokáig tart, vagy ez a negyedik hullámot egy ötödik hullám követi, vagy negyedik hullám sokáig elhúzódik, akkor annak mindenféleképpen lesz egy olyan hatása, hogy ez a várt növekedés, ez nem fog ilyen mértékben megtörténni. Nem beszélve arról, hogy lehet, hogy amennyiben az egészségügyi rendszer még ennél jobban is leterhelődik, akkor újabb olyan megszorításokat kell tenni, ami a szabad mozgásunkat bizonyos értelemben korlátozza. Ha a szabad mozgás korlátozott, akkor értelemszerűen a fogyasztási szokások megváltoznak, illetve a fogyasztás az csökken. Tehát nagyon fontos, hogy az embereket meggyőzik arról, hogy az oltás az egyedüli kiút az egyéni egészségünk érdekében is, illetve a gazdaságnak a teljesítése szempontjából is. Legyen ez a végszónk, én dr. Rácz Béla Gergely közgazdásznak, egyetemi adjunktusnak, valamint dr. Nagy Ágnesnek, a Román Nemzeti Bank stratégiai tanácsadójának köszönöm, hogy ma este itt voltak velünk és válaszoltak a kérdéseinkre. Köszönjük szépen önöknek. Köszönjük szépen. Önöknek, kedves nézőim, köszönöm a figyelmet, hétfőn este 8 órától ismét várom önöket itt az Erdélyi Magyar Televízióban, legyen szép estéjük, viszontlátásra!